A Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Huth Gergely. Jó estét kívánok, kedves nők, boldog nőnapot kíván önöknek így előre is a magyar kormány, és vele együtt a Szabadfogás Egyesült Férfi Karéja, melynek vörösebbik oldaláról bemutatom Kósa Andrást, a Népszava lánglelkű újságíróját, Lentulai Krisztiánt a Narancs Karéjból, a KarcFM főszerkesztő helyettesét és műsorvezetőjét, Fodor Gábort, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet alapítóját. Nagyon fontos, hogy a fasiszták a rendszerváltozást kutatják, a liberálisok a rendszerváltást, jól mondom, ugye? Tökéletes. Ezt tisztáztuk már az adás előtt. Dézsi Zoltán dokumentumfilmest, aki ellopta a sót, mert arról volt szó, hogy egyedül én fogok Vajdának öltözködni, és ehhez képest mindketten így tettünk mára. Nagy Attila Tibort, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjét, és Pesti Lászlót, a Székely Autonómia aláírásgyűjtés propagátorát, már csak 600 ezer aláírás hiányzik körülbelül, úgyhogy tessék aláírni. Örülök, hogy a Geri ilyen nagyon jól tájékozott. És sugározd ki ezt az optimizmust. Köszönjük szépen. Már csak 600 ezeret kell összegyűjteni. Na, a komplett ellenzéket szétalázta Schiffer András, majd elárulta, ő biztosan nem szavaz rájuk. Egyetlen ütéssel a teljes ellenzéket padlóztatta Schiffer. Korábbi ellenzéki politikus, mai ügyvéd, aki Facebook oldalán egyértelműsítette, az elmúlt két évben az összes ellenzéki formáció hozzá DK-sodott a DK-hoz, valamennyien egyesülhetnének egyetlen O1G pártban, de akár az összes beléphetne a DK-ba. Schiffer András szerint az ellenzéki önfeladás versenyét a Neo-Jobbik nyerte, amely már a határon túliak szavazati jogát is megpiszkálná, sőt a korábbi politikus azon sem lepődne meg, ha egyszerűt személyesen Gyöngyösi Márton antiszemitázná le. Kíváncsian várom a House of Cards magyar verzióját, a szavazaton pedig a kutyapárté zárta bejegyzését Schiffer, aki arra reagált, hogy Ceglédi Csaba a korábban már költségvetési csalásért elítélt és ismét ezért megvádolt ügyvéd, a DK oszlopos tagja Facebook oldalán az egyik legkártékonyabb politikusnak nevezte Schiffer Andrást, akinek szelleme még mindig kísért, és itt még egy helyütt muszáj megemlékezni Ungár Péterről is. Ceglédit ugyanis Ungár borította ki. Ő azt írta, hogy ők nem szeretnének egyesülni a DK-val. Most keresem, hogy pontosan hogy írtam, mert véletlenül elkattintottam. De igen, egy tévéműsorban azt mondta Ungár Péter, hogy ő még ellent mer mondani az ellenzék vezérének, Gyurcsány miniszterelnöknek, Ceglédi pedig rögvest az én szellememet látta ellebegni az ATV stúdiója felett. Blablabla, ki kell ábrándítanom, ebben a kérdésben én nem Ungár Péterrel, hanem Gyurcsány miniszterelnök úrral értek egyet, írt a Schiffer Ungárra, de ez mondta viccből a Schiffer. Bonyolítom, igen, akkor igen. Akkor át is veszem a szót, mert én rajongok a Schiffer stílusáért, amúgy a politikai mondani valója is megszívlelendő volt már a múltban is, amíg ugye párt vezetőként, LMP létrehozóként funkcionált, és amióta visszavonult, szerintem még jobb a stílusa. Néha úgy érzem ebben a mai magyar politikai közbeszédben, ebben a kis politikai osztályban, ami nekünk ugye megadatott itt Magyarországon, ennek a sivatagában, vagy sivár sivatagában, hogy a Schiffer egy üde oázis. Tehát az a szellemesség, hogy ő fogalmaz, és hadd hozzak be egy másik szempontot, hogy nem hatalomtechnikai szempontból közelíti meg a politikai, belpolitikai jelenségeket, hanem horribile dictu morális szempontokat mer a Schiffer fölvetni, amivel én manapság már nagyon ritkán találkozom a közbeszédben, így a politikai kérdések körüli érvelésekben és vitákban. Tehát így, hogy ki miért tudja megtartani a hatalmat, ki hogyan, milyen technikával tudja majd 2022-ben megszerezni a hatalmat, az oda vezető úton milyen hatalomtechnikai eszközöket vegyük igénybe, és milyeneket nem. Erről szól szerintem a meghatározó közbeszéd jobbról, balról, középről, és néha megszólal a Schiffer Andris, és egy üde szellemes, morális hozzászólást hallhatunk mi itt is, amit Geri elég alaposan elmondott, én azt nem ismételném el, oda szúr rendesen a Gyurcsánynak, nem kicsit, egy picit az Orbánnak is. Szóval úgy nagyon rendben van, én nagyon élvezem. Volt a bejegyzése végén egy utalás a House of Cards-ra. Én most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy
Gyurcsány Dobrev ellentét van a demokratikus koalíción belül, ugyanis ez a filmsorozat többek között arról szól, hogy az ottani amerikai elnök és nagyon ambíciózus felesége időnként veszekednek egymással a politika miatt is, és nekem is feltűnt az, hogy a demokratikus koalíció kongresszusán Dobrev Klára nem szólalt fel. Lehet, hogy nem akart, lehet, hogy nem engedték neki, de mégsem szólalt fel Dobrev Klára, miközben jóval kisebb jelentőségű poszttal rendelkező politikus a kongresszuson meg felszólalt. Tehát engem nem lepne meg, hogyha idővel kibukkanna bizonyos ellentét Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc. Attila, akkor nem mondott komolyan, hát az egész egy színjáték. Hát arra van kitalálva, hogy Gyurcsány maga előtt olyan a feleségét. Tehát ez egy igen, hadd bentfenteskedjek egy kicsit akkor a kongresszussal kapcsolatban, mert én ott voltam és beszéltem DK-sokkal, és azért nem szólalt fel, legalábbis ezt ott a helyszínen több DK-s azt mondta, azért nem szólalt fel Dobrev Klára, mert az egy Gyurcsány Ferenc mellett, hogyha ő is felszólal, akkor azt már egy picit soknak tartották volna még ők is, ami már annyira riasztotta volna a többi pártot, hogy kontraproduktív lett volna. Így is azért ugye Gyurcsány Ferenc elég rendesen megkavarta a következő napokban amúgy sem álló vizet az ellenzéki oldalon azzal, hogy egyébként ugye bejelentette, hogy amennyiben Dobrev Klára miniszterelnök jelölti ambíciókat mutatna, akkor ő támogatná. Nem ez azt jelentette be, hogy amennyiben ilyen ambíciói lennének, akkor Fekete Győr András lehetne a Kunce Gábor a kormányban. Illetve az, hogy támogatná ezt az ambíciót, nekem viszont azért feltűnt, amikor néhány héttel ezelőtt Gyurcsányt megkérdezték, hogy elégedette a felesége munkájával, akkor Gyurcsány nem mondom, hogy zavarba jött, de nem esett jól neki ez a kérdés. Na ezt fejtsd ki, kivételesen egy évben egyszer adatik ilyen szerintem, hogy Attilát arra kérjük, hogy bővebben mondjon el valamit, és ne rövidebben, ez most érdekelne. Mit értesz ez alatt? Azt értem, hogy Gyurcsány Ferenc arcán tekintetén azt tükröződött, hogy neki ez a kérdés kicsit kínos, kicsit kellemetlen, nem érzi jól magát ettől, hogyha a felesége teljesítményéről és előrehaladásáról kérdezik. És az azért természetes, hogy Dobrev Klára megérezte az erejét az elmúlt egy évben, tehát ő európai parlamenti alelnök lett, sikeres a politikában egyelőre, és hát Gyurcsány Ferencnek számot kell vetni azzal, hogy ő belőle már nem lesz következő miniszterelnök véletőleg, és én még azon se lepődni meg, hogy ezt az érzést elviselni neki, hogy valószínűleg neki kell a feleségét előtérbe tolnia, és ő már nem lehet még egyszer miniszterelnök, jelölt sem, ezt nem biztos, hogy neki olyan könnyű megemésztenie. Én erre gondoltam. Térjünk vissza az eredeti kérdésre, az a lényege, hogy ugye a 2018-as kampányban láthattuk azt, hogy a különböző ellenzéki pártok vezetői elhatárolódtak Gyurcsánytól, hiába szembesítette mondjuk az ember Vona Gábort azzal, hogy ha az MSZP-vel közös listán indul, akkor a DK-val is, mert az MSZP meg a DK együtt csinált közös listát, illetve választási szövetségben, ugye tagadták. Most legkésőbb, ugye Fekete Győr András is megfogalmazta magát a múlt és a 20. század politikájával szemben. Legkésőbb most vasárnap nyilvánvalóvá vált, hogy Gyurcsány úgy gondolja, hogy ők a vezető erő, mögéjük lehet beállni. A Momentum alkalmas arra, hogy az új SZDSZ legyen, ezt el is mondta, a többiek meg gondolom olvadjanak be valahova. Na most ezek után nem kéne megszólalni az ellenzéki pártoknak, hogy óhajtanak-e a Gyurcsány párt részévé válni? Mondjuk Fegyőrnek? Vagy hát Kunce Gábor szeretne lenni? Én ezért térnék vissza így van az eredeti kérdésre, amit mondtál, szóval erre néhány politikai észrevételt hagyd tegyek. Hát először szerintem óriási egy probléma, ami az ellenzéki oldalon zajlik. Tehát ez egy súlyos helyzet többek között. Először is azért, mert kialakult egy olyan szituáció Magyarországon, amikor különböző okok miatt, részben ugye a Fidesz politikájában jelentős szerepet játszott, hogy nem arra törekszik a kormánypárt 10 éve, hogy valamiféle együttműködés legyen, kooperáció legyen, mondjuk bizonyos ellenzéki felvetésekkel, javaslatokkal, hanem állandóan az ellenzék be van szorítva abban a helyzetben, hogy ő a nemzetáruló. Tehát van egy ilyen hitkérdésé alakul át a politika a másik oldalon, de ugyanide, ugye, hogy a Schiffer szövegben is az szerepel, hogy az ellenzéket szerinte azt tartja össze, hogy Orbán Viktor gyűlölni kell. Hát igen, a másik oldalon meg ugye ott a gyurcsányozás állandóan. Jó, hitkérdésé válik ígérem, a politika. Ígérem, hogy erről is fogunk beszélni, de ugye a kérdés arról szólt, hogy te mondjuk, aki aztán igazán tudhatod, hogy milyen érzés SZDSZ-esként mondjuk támogatni egy szocialista kurzust, vagy egy Gyurcsány kormányt, hogy miért nem mondod el a fiatalabb, momentumos nézők kedvéért, hogy az milyen?
hogy készüljenek rá, hogyha ez a, ez hát a felállás. Én boldogan beszélek erről, hogyha mondjuk ez egy műsor témája lehetne egyébként, hogy milyen, és szívesen is beszélek erről. Ugye azért az eléggé közismert, hogy mondjuk én, ha már Gyurcsány Ferencről van szó, de én nem akarok személyeskedni ebbe a dologba, mert eléggé közismert, hogy nekünk hát finoman szólva sem volt jó viszonyunk, és most sincs különösebben jó viszonyunk. Én amikor azt mondom, hogy az ellenzéki oldalon szomorú folyamatok zajlanak, többek között erre is gondolok. Tehát szerintem az egy óriási probléma, hogy a DK kanibalizálja jelen pillanatban az ellenzéki pártokat, ebből baj lesz, mert az ellenzéki szavazónak nem lesz választási lehetősége. Ugye olyan, azért mondtam a hitkérdéseket, mert ugye egyetlen egy elem marad majd, hogy gyűlölni kell az Orbán Viktort, ezért teljesen mindegy, hogy kire szavazunk, és ezt látjuk az ellenzéki szavazók mozgásából. Ma már a jobbikos szavazó, a volt jobbikos szavazó leszavaz az ellenzéki közös listára. A liberális szavazóknak sem marad nagyon más, mint vagy nem mennek el szavazni, vagy leszavaznak erre a listára. Tehát ez nem jó ez a helyzet, nem jó az egész országnak, egy csomó ember választási lehetőség nélkül marad. Ebben többek között ludas egyébként az egyfordulós választási rendszer, mert az egyfordulós rendszer a választás előtt kényszeríti ki a szövetséget, a kétfordulós rendszer pedig a második forduló előtt kényszerítette ki a szövetséget, tehát ez egy óriási probléma. Szerintem nagyon rossz folyamatok zajlanak az országban, és ráadásul még egy politikai észrevételt tegyek, tartalmilag is szerintem súlyos probléma van az, amit a DK képvisel. Ugye mi a politikai program? Hát ugye, amit az András mondott, kongresszus, amit elmondanak, ami Dobrev Klára programja, annak fő elemei európai minimálbér, európai minimálnyugdíj, európai családi pótlék, európai multiadó. Ugye ez a négy elem szerepel. Ez úgy, ahogy van borzalom, szerintem. Úgy, ahogy van borzalom. Ez egyszer a felelőtlen ígérgetés, tehát az a koncepció, hogy most Európa zsebéből vegyük ki a pénzt, és azt adjuk oda Magyarországon bérnevekedésre és egyebekre, ez már tönkretette az országot. Tehát itt politikai probléma is van szerintem, és a hitek miatt senki nem fogja észrevenni a politikai problémát. Egyébként a Schiffer szöveg is lényegében erről szól. A szót egy rövid Kunhalmi Ágnes idézettel adnám tovább. Azt mondta Kunhalmi Ágnes, hogy az MSZP nagy és erős, ezért Gyurcsány szövetségest és nem táplálékot lát benne. Még mielőtt erre is lehetne reagálni, egy-két mondattal lezárnám a Schiffer témát, és méltatnám tovább, ahogy Laci tette. Mi a Karc FM-ben a Paláver műsorában megszondáztattuk egyszer a hallgatókat, hogy ki az a kormányhoz nem köthető közéleti személyiség, akit el tudnak fogadni. Schiffer András torony magasan megnyerte ezt. Tehát Ceglédi abba a személyiségbe állt bele ezzel az ormótlan kommentjével, aki, túl nagy szót fogok most használni, valami fajta nemzeti minimumot tud képviselni ebben a nyomorult magyar közéletben, ebbe a Schiffer Andrásba sikerült beleállni. Mit szóltok az a Schiffer? Most lesz népszerű, hogy már megbukott, mint és politikus. És ki áll bele ebbe az amúgy úgy néz ki, hogy se jobbról, balról, nagyon-nagyon-nagyon népszerű és legitim Schiffer Andrásba, az a hajszál híján büntetett előéletű Ceglédi Csaba, akiről, igen, de most az újabb eljárást is sikerült el obstruálniuk a választások ürügyén és kapcsán, akiről már mindenki tudni véli, vigyázok, hogy be ne pereljen, hogy hány milliárdot sikkaszthatott, tehát akinek a neve gyakorlatilag már analóg vagy szinoníma a politikai bűnözőjével, és az ő hátterével, az ő hát hogy is mondjam, pedigréjével, köt be a Schifferbe. Hát leszakad a plafon. Igen, és nagyon fontos elmondani, hogy Schiffernek volt ereje kiszállni ebből a cirkuszból, a parlamentből fölállni, ami mégiscsak egy történelmi kategória, ha valaki képviselő volt egyszer a magyar történelemben, és ő ezáltal egy olyan magaslatra tette magát, ami példaértékű. Kunhalminál volt a kérdés, most sajnálom nagyon a baloldali szavazókat, most mindig elmondom, hogy az MSZP politikusai megélhetési politikusok. Gondoljatok arra, hogy ilyen tudásbázissal, ilyen képességekkel, mint amit Kunhalmi Ágnes képvisel szegény, hol lehet ilyen sokat keresni? Hát csak is a politikában. Tehát ő mindig ott lesz az MSZP-lén, és szegény baloldali szavazók. A Fidesz frakcióban szerinted hány ilyen ember van? Bocsánat, szerinted a Fidesz frakcióban hány ilyen ember van? Most Kunhalmi Ágnes volt a egyébként Gergő, amit mondott, a győzteshez húzás pszichológiája, azt ugye nagyon sokszor választások után szokták nézni, hogy akik bizonytalanok voltak, azok a választás utáni szondázáskor azt mondják, vagy azt hazudják kérdezőbiztosoknak, hogy ők egyébként a győztesre szavaztak. Semmi más nem történik a Kunhalmi esetében, csak ez most politikusos. De egyébként szervezeti szempontból nem teljesen értem, hogy az MSZP-ben miért gondolják egyeset, hogy Kunhalmit kéne társelnökké tenni. Tehát Kunhalmi, ez a politikus egy időzített bomba,
egyfelől, tehát az ő viselkedése, röhögcsélése eléggé komolytalanná tette többször az ő személyét, másrészt nem rendelkezik erőteljes tudással és nagy tudással, még a saját szakpolitikáján belül sem, és emiatt sokszor általánosságokban menekül, mert nincs elég nagy tudás. És ez pont a Nemzetközi Nőnap előestéjén vagy képes. Jaj, elnézést kérek, tehát természetesen nem akartam szívtipró se lenni, meg semmilyen, hogy mondjam, nőket szívtipró? Az nem vagy. Na, az nem vagy. Szóval szerintem... Sírva kérlek, menjünk bele ebbe a szívtiprósságba, te személyiséged kapcsán, én ebben nagy távlatokat látok itt a nem. Szerintem nem menjünk, pontosan nem menjünk bele, mert nem érdemes szerintem személyeskedni, mert nem a Kunhalmi de a véleményéről, vagy arról van szó, hogy nekünk mi a véleményünk róla, hanem itt az MSZP a probléma igazából, tehát az MSZP van olyan helyzetben, aki hát lehetetlen, tehát lényegében az MSZP-nek vége, és itt látunk egy szomorú vergődést tulajdonképpen az ellenzék oldalon. Nem csak vergődés, amiről előbb beszéltem. Magukat. Hát ez az, amiről előbb beszéltem, hát igen, bizonyos szempontból igen, így van, tehát van egy kanibalizálás, és itt hát ez szerintem... Ne félj már az MSZP, tehát azért... az MSZP elnöke kijelentette a Facebookon, hogy az MSZP soha nem volt jobb lelki állapotban, mint mostanában. De ezért Attila, az nagyon szépen bocsánat, bocsánat, én nem az MSZP-t féltem, én ezt az elején világ tettem, az ellenzéki szavazóért aggódom. Az ellenzéki szavazó lesz nehéz helyzetben. Most bontottatóra a Szanyi kapitány, úgyhogy nagy baj nem most, hogy a Jeszi, most, hogy egy pillanatra kitette a lábát a Jeszi, és valahogy a Nagy Józsi is elbambult, és ma elfelejtett adásba jönni, és nincs itt ez a két remek, a mi kis szerelmes párunk, ahogy szívódjon. Az a hangulat alakult ki furcsa mód, hogy itt a Vörös Karénak nevezett traktusban egyfolytában szidják szegény MSZP-s képviselő hölgyet, míg a mi traktusunkban dicsérik az ellenzéki Siffert, tehát úgy látszik, hogy mindenki elvesztett egy fogadást. Úgy de nagy lett valakinek a bőrmellénye, de még egy dologról feledkeztetek meg, amikor itt ugye összeszámoljuk az ellenzék katonáit, hogy pártot alapított Szanyi Tibor. Ugyanis az ő mozgalma az Igen egyesült a Magyar Szolidaritás mozgalommal, amely új baloldali pártként vág neki. És ez most komoly hír? Igen. Ez most komoly. Komoly, és a mozaik szó a legkomolyabb, iszom. Igen. Na, egyébként most abban a szempontból igen. Persze lehet azt mondani, igen, hogy iszonyat káderhiány van az ellenzéki oldalon, szerintem egyébként a Fidesz... Szanyi Tiborra mondod? Úgy általában az ellenzékre egyébként ez előbb-utóbb a Fidesznél is jelentkezni fog, meg hogy mi zajlik, mi nem zajlik szerintem, azért ez bizonyos szempontból meg érdekes, tehát annyira egy kicsit akkor legyünk már, hogy is mondjam, bennfentesek, hogy valamennyire akár mindannyian a politikával foglalkozunk többé-kevésbé professzionális szinten is. Ez egy érdekes folyamat azért, tehát látszik az, hogy a magyar politikában ma végre az ellenzéki oldalon mozgás van. Hát majdnem 10 éven keresztül gyakorlatilag nem történt semmi. Most zajlik. Nem szép, nem elegáns, de valami történik ebből. Valami 22 után nyilvánvalóan teljesen máshogy fog kinézni a magyar politikának egy jelentős szelete, mint korábban. Én szerintem azért ebben a pozitívumot is lássuk meg. Hát a pozitívum, vagy a előre mutató dolog az, ha bár ez megítélés kérdése, kinek mi az előremutató, hogy Dobrev Klára miniszterelnök jelöltsége készülődik, bár Gyurcsány azt mondta, hogy mostanában Dobrev kevésbé akar miniszterelnök jelölt lenni. Ez is érdekes különben, és ezért gyanakszom a Gyurcsány-Dobrev ellentétre, hogy Gyurcsány úgy beszélt erről, hogy Dobrev Klára korábban erről így nem beszélt, hogy ő kevésbé akar. Tehát ez is furcsa volt számomra. De végül is hát arra van a törekvés, hogy a demokratikus koalíció kiemelkedjen az ellenzéki oldalon belül, és ugye Dobrev Klára azért nyilván elfogadottabb miniszterelnök jelölt lehetne, mint mondjuk Gyurcsány. De hogy jön ide a Dobrev meg a Gyurcsány, amikor Geri 2 perc azt kérdezte, hogy mit szólunk ahhoz, hogy Szanyi kapitány pártot alapított? Mert Szanyi kapitánynak korán sincs akkora jelentőség. De van. Ugyan már, ne viccelj. Jó, akkor, egy apróságot hadd tegyek hozzá. Szanyi kapitány ugye ebben a hírben a Szolidaritás nevű szervezettel van involválva, velük közösen alapította ezt a, mondhatnám azt, a baloldalnak is a szélső baloldalára pozícionált szervezetet, mert ők ugye tudjuk ilyenek. Én azt nem értem, hogy az én generációm, a mostani 55 körüliek, akik a 80-as évek budapesti undergroundjában szocializálódtak az egyetemi éveik alatt,
azok ugye emlékeznek arra, hogy mit jelent nekünk a szolidaritás szó. Nekünk ez a szó, hogy szolidaritás, ez a lengyel szolidárnost, annak is ugye kemény vonala, a Jaruzelszki pucs után harcoló, a szolidaritás, szolidárnos vált csonca, tehát a harcoló szolidaritás, ami a kommunizmus történet egyik leggyönyörűbb ellenállás története, az antikommunizmus egyik fénylő bélyege. Hogy van képe egy baloldali, posztkommunistákkal koketáló fiók szervezetnek ma Magyarországon, és itt a mostani magyar szolidaritásra gondolok, ellopni ezt a védjegyet, ezt a nevet, és a politikai térfélen ezzel a névvel megjelenni. Kikérem magamnak. No, azzal folytatjuk majd, hogy még mindig fideszes álprobléma és hisztie a bevándorlása a görög-török határon zajló eseményeket látva. Köszöntöm Önöket a második részben, folytatjuk a vitát a Balkaréban Kósa Andrással, Fodor Gáborral és Nagy Attila Tiborral, még a rendezői jobb karéban Lentulai Krisztiánnal, Dézsi Zolival és Pesti Lászlóval. És elismerem, hogy olcsó húzás mondjuk Kunhalmi Ágnes 2015-ös kijelentését, miszerint a kerítés és a bevándorlás vele együtt az csupán fideszes hiszti és álprobléma és arra adott kamuválasz felemlegetni, de hát, hogy mondjam, még a mai napig nem igazán tisztázta a magyar ellenzék a viszonyát azzal, hogy szükség van-e kerítésre, és látva mindazt, ami a pillanatnyilag Törökországban és a török-görög határon zajlik, ami talán nem túlzás háborús helyzetnek, háborús jeleneteknek nevezni, újra és újra megismétlődő áttörési kísérletekkel, halottal, sebesültekkel, akkor mi erre a valódi válasz, ugye? Az ellenzéktől ezt nem nagyon tudjuk, Komjáti Imrét megkérdeztük kedden, és egy furcsa gondolatvihar végén azt mondta, hogy a kerítés továbbra se tartja jó ötletnek, mert ez csupán pszichikai akadály, de ne ragadjunk le most ennél. Szerintetek mi volna a megoldás? Hát az a 100 000 ember az elindult ebbe az irányba napokon belül. Az általad idézett Kunhalmi 2015-ös nyilatkozat is alátámasztja azt a korábbi véleményemet, hogy nem volna a legszerencsésebb az MSZP számára őt társelnöknek jelölni, hiszen akkor ezzel egy lehetőséget adnak a kormány oldalnak, hogy jogosan felvesse időről időre, hogy milyen hát nem szerencsés nyilatkozatot mondott Kunhalmi. Viszont rátérve a valódi kérdésre... Bocsánat, de azért ez úgy tisztességes, hogy akkor most itt a nyilvánosság előtt bevallott, hogy Kunhalmi rivális alelnök jelöltjével van-e tanácsadói szerződésed, vagy nincs? Én erről nem is tudok, hogy lenne tanácsadói szerződésem, most újat mondasz. Egyébként, ha Kunhalmi neve nem elég ütős neked ebben a párhuzamban, akkor álljon itt a következő, méghozzá Cecilia Malmströmtől, uniós biztos volt 2015-ben. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága megdöbbenését fejezte ki, amiatt, hogy Magyarország visszafordítja a menekülteket, és vízágyúval, könnygázzal akadályozza a bejutásukat az EU-ba. A röszkei kerítésnél lezajlott incidensekben bármilyen kísérlet, amely falak és kerítések építésére irányul, nem az az Európa, melyet mi akartunk. Majd 2020, ez pedig már von der Leyen elnökasszony, helikopterről szemlélték meg a migránsroham alatt álló görög-török határt és környékét az uniós csúcsintézmények vezetői, a görög pajzsot, valamennyi vezető méltatta. Von der Leyen EB elnök egyúttal bejelentette, hogy az EU 700 millió eurót juttat Athénnak a külső határok védelmére. Tehát, hogy mi változott itt 5 év alatt, és nem saját tollakkal ékeskedtem, hanem a Digisport munkatársa Szombati Pali szavait olvastam most be. Ezt mindjárt feltehetjük, és ahogy Lánci Tomi minap az írásában ezt a mondatot mondta, a szó, amit kerestek, a bocsánat. Jó, soha senki nem mondta az ellenzék részéről, amit a kormány vádol, vagy amivel a kormány vádolja őket, hogy illegális migránsokat kéne beengedni az országba. Soha senki nem mondta az ellenzék részéről, hogy Európának nincsen szüksége erős határvédelemre. Az ellenzék részéről egységes menekültpolitikát sürgettek, az ellenzék részéről azt mondták, hogy méltányosan el kell bírálni minden menekültkérelmet. Nem csak ezt mondta. El kell osztani, azt mondta, nem azt mondta, hogy 2015-ben a magyar ellenzék, 2015-ben a magyar ellenzék határozottan elítélte a kerítést, szó szerinti nyilatkozat
kapcsolatokat lehet idézni, hogy például Tóbiás József, az MSZP elnöke, amikor a magyar kormány bejelentette, hogy kerítést akar építeni a déli határon, azonnal anélkül, hogy átgondolta volna ennek a geopolitikai jelentőségét, rögtön ugrott egyet és elítélte a kerítést. Másfelől meg azért hadd hangozz el tőlem, és remélem, hogy a kommentelők most kevésbé fognak felháborodni a szavaimon, hogy... Fölszoktak? Hát egyes kommentelők úgy szeretnek engem, mint tyukocska a konyhakést. De akkor a lényegre... Nagyon plastikus vagy, Márti. De akkor a lényegre... Ez egy safety próbasolat volt. Azért többet fog kapni. De akkor a lényegre térve, tehát el kell ismerni, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen a vezetőtársait és korát megelőzően ismerte fel ennek a migráns hullának a nemzetközi jelentőségét, hiszen ő már 2015. januárban a bevándorlás ellen beszélt, amikor sokan még értetlenkednek, hogy mi a csodát akar ez a miniszterelnök. Tehát őnek egy nagyon éles helyzet felismerése volt 2015-ben, és a 2018-as választások megnyerése ennek is köszönhető, úgyhogy jól látható, hogy ma már a magyar ellenzék is óvatosan, és az európai vezetők, köztük főleg Emmanuel Macron francia elnök is, most már alapvetően a külső határok megvédéséről beszél. A legfontosabb tényező azért az, hogy Orbán Viktor ezzel a kerítésépítéssel történelmet csinált, politika történelmet, és az Európai Unió politikát is megváltoztatta. Az ellenzék, hogy így fogalmazzak, nem sokára követelni fogja, hogy még több kerítés épüljön, sőt, majd jönnek az interpellációk, hogy nem elég magas, nem elég alkalmas, hogy a kormány elrontotta a kerítést. Tehát, de Zoli, nem másról van szó, az ellenzék az elmúlt egy-két évben mérte fel azt, hogy a magyar egyszerű átlag választó polgár, ha tetszik a néptélek, rendpárti. Igen, a választókkal... És most szaladnak az események igen, után. Tartósan nem lehet a választókkal szembe menni, ez történik. Észrevették ezt az ellenzéki igen, pár. Egy kijelentés, ebben a helyzetben, ugye, tehát ez azért állt elő, mert Törökország lényegében zsarolni akarja az Európai Uniót jelen pillanatban, ezt ne felejtsük el. Tehát most nem az van, mint pár évvel ezelőtt, hogy kirobbant egy polgárháború, és milliók menekülnek el az életüket, féltve egyébként egy helyről, hanem most az történik, hogy Törökország kifejezetten zsarolni akarja az Uniót, felrúg egy olyan megállapodást, amit az Európai Unióval kötött. Igen, tehát, ez történik. És ráadásul egy orosz-török konfliktus is kibontakozóban van a háttérben, aminek hát azért nagyon komoly hatásai lehetnek a világra hozzátenni. Ránézett a görög bevételekre Erdogan, és észrevette, hogy amit Törökország kap az EU-tól a görög dotációhoz képest, a szabad szemmel nem látható összeg. Minden esetre, akkor azt is vett figyelembe, amit az imént Krisztián mondott, illetve emlékeztetett rá, hogy az európai álláspont eddig ez volt, az volt, hogy majd megállapodunk Törökországgal, ők majd valahogy megoldják a migrációt, Európának nem kell megvédenie magát. Ki teheti-e magát Európának, hogy Törökország szeszélyein múljon, hogy felforgatják-e itt a rendet és a mindennapjainkat? Hát nyilvánvaló, hogy nem. Tehát Európa sok mindenért hibáztatható, én azt gondolom, és egyáltalán nem, ez, ugye, hogy többen az európai vezetők közül is nyilatkozták, ez enyhén szóval nem sikertörténet Európának ez a kérdés. Ahogy a görög gazdasági válság megoldása is nagyon nehéz volt, és számtalan tévútat tartalmazott, ugye a menekült kérdésben is számtalan tévúton járt Európa. Tehát ez nyilvánvaló a te kérdésedben is, ami benne van, nem lehet csak arra építeni, hogy majd Törökországgal megállapodunk, és egyébként semmit nem teszünk azért, hogy Európa meg tudja védeni magát. Ez egy természetes dolog. Egyébként megjegyzem, mi a liberális párt részét kezdettől fogva azt mondtuk, hogy a schengeni szabályokat be kell tartani. Hozzátenném, ami felháborító volt, ha már itt a múltról vitatkoztunk, én továbbra is ezt a véleményt képviselem. Akármi is van, tehát a schengeni határokat meg kell védeni, megjegyzem, mi soha nem beszéltünk a kerítés ellen is, szeretném ezt is leszögezni, viszont mindig felszólaltunk az ellen, a menekült ellenes hangulatkeltés ellen és kampány ellen, amit a magyar kormány csinált, szerintem ez felháborító volt, és számtalan romboló hatása volt a magyar társadalomra nézve, máig ható romboló. Egyébként annak a személynek, akit majd mindjárt idézek is, és arra is válaszoljatok, hogy helyes-e, vagy segíti a konfliktus rendezését, hogy megszólalt az ügyben Soros György, aki azt mondja, hogy Európának Törökország pártjára kell állni a Szíriában háborús bűnöket elkövető Oroszországgal szemben. Nos, ugyanez a Soros György pénzelte azokat a szervezeteket, akikkel szemben a kormány megfogalmazta a bevándorlás ellenes kampányát, akik azt állították, hogy az a baj, hogy tovább mennek, a határokat ki kell nyitni, mindenkit be kell engedni Magyarországra. Tehát volt egy okokozat,
amire fel ez a kampány annak idején válasz volt. Pontosabban hát ezek a szervezetek azt mondták, hogy Magyarországnak be kéne tartani a nemzetközi menekültügyi egyezményt, ugyanis a magyar jogi szabályozásban van egy olyan vélelem, egy felállított törvény által felállított vélelem, hogy azok a menedékkérők, akik Szerbia felől jönnek, eleve biztonságos országból jönnek. Na most ezt a jogszabályi rendelkezést számosan bírálják európai részről, és hát ezek a civil szervezetek is, hogy ez a menekültügyi, nemzetközileg megállapított menekültügyi jog olyan önkényes korlátozása, ami megengedhetetlen szerint. De lényeg, hogy ki lehet jelenteni mindazt, amit Soros mond, hogy Assadnak nincs igaza, vele szemben egyébként az Al-Nusra frontnak, meg mindenféle lázadó dzsihadista szervezetnek, akiket a Sorosék segítettek meg az Obama alatti amerikai külügyi adminisztráció, azoknak igaza van, Törökország avatkozzon be az oldalukon, és oldjuk meg a háborút. Én úgy érzem, hogy egy kicsit egyoldalú a Soros cikk. Tehát ugye itt szokták Törökországot is, és Oroszországot is azzal vádolni, elsősorban a belpolitikai viszonyai kapcsolat, hogy egy autoriter állam. Nem nevezik diktatúrának, de autoriternek nevezik. A Soros cikk most ebből a szempontból valahogy engem egy picit meglepett, mert Oroszországra tolja az egész konfliktusnak a morális terhét és politikai terhét, a törököket meg fölmenti, miközben két valóban hasonló hozzáállással és hasonló attitűddel állunk szemben. A cikk felsorolja, és a cikk nyomán született egyéb publikációk is ráülnek a Soros cikk farvizére, és hosszan sorolják, hogy az oroszok hány kórházat bombáztak le, hány iskolát bombáztak le, hogy 6 millió ember lett földönfutó, stb. A konfliktusban az ő általuk ellenőrzött zónákban, és úgy néz ki az egész, mint azok a törökök, akik évtizedek óta ütik a kurdokat, és most a szíriai konfliktus kapcsán százzal rámásztak arra a kurd hadseregre, amely visszacsapta az iszlám szélsőségeseket pár héttel, vagy egy-két hónappal korábban. Meg az iszlám ezért állam ellen javarészt ő harcolt, az iszlám állam ellen is javarészt. Hát az iszlám államot nagy, az iszlám állam visszaszorításában, és mondhatnám azt itt kiterjesztve, hogy ezáltal az iszlám fundamentalizmusnak a térségben történő megroppantásához, igenis a pesmergák, a kurd harcosok járultak hozzá a legnagyobb mértékben, és mikor ezt végrehajtották, akkor a török hadsereg a tízszeres túlerejével rálépett a nyakukra, az Egyesült Államok ezt engedélyezte és tétlenül nézte. És ugyanebből az országból most Soros György ír egy cikket, miszerint mindenről az oroszok tehetnek, és a törökök szentek. Most ehhez kapcsolódva szeretném azt megkérdezni, hogy kicsoda a Soros György, miféle legitimációval rendelkezik, ki szavazta őt meg, ki választotta meg, de milyen alapon? De cikket azért nem? Szóval cikket írhat. Tudom, olvastam a Financial Times, de várj, hadd fejezem be, Gábor. Soros György az NGO-ival, meg a különböző csatlósaival gyönyörűen viszi be Európát, az Európai Uniót egy háborúba. Tehát ez a legnagyobb veszély. Azáltal a törököket összeugrasztja az oroszokkal, mi egyszer majd ott talán, ne legyen így, ott találjuk, hogy megint szemben állunk a, de nem az a legnagyobb baj, csak hogy tovább kuszáljam a szalákat egy kicsit. Én egyetértek azzal Orbán Viktorral, amikor azt mondja, hogy Európának az a legnagyobb baja, hogy gazdag és gyenge, és ezt sokan ki akarják és ki is tudják használni. Nem az a legnagyobb baj ebben a helyzetben európai szempontból, hogy az Európai Unió 2011 óta, amióta Szíriában polgárháború van, képtelen még csak közös nevezőre is jutni, hogy mit kéne nekünk ott csinálni, és még csak ezután jönne az, hogy egyébként amúgy sincs hozzá egyelőre hadseregünk, hogy mi ott bármit is lépjünk. Tehát az Európai Unió tehetetlenül, tétlenül nézi, hogy mi zajlik ott. Most úgy gondolta 2015-ben, hogy 6 milliárd euróért egy időre megvásárolja a nyugalmát, ez eddig tartott. Valamit nekünk is kéne tenni azért, nem? Más kérdés, és messzire vezet persze, hogy... Ez Gergő, egy gondolat még ugye a Soroshoz visszakanyarodva, hiszen itt ugye a Lacival itt egymásba kapcsolódtak a gondolataink. Egy elemet azért még ehhez hagyd tegyek hozzá. Tehát a török és az orosz konfliktus súlyos, kihatással lesz a világra, mindenképpen az elkövetkezendő időben ez az egész menekült áradat is, ami elindulóban van, amit most a törökök szabadítanak rá zsarolási célból Európára, óriási problémát fog jelenteni. És ha már itt
a magyar dolgokról beszéltünk, azért az felettébb érdekes egyébként szerintem a magyar miniszterelnöknek, ha már egyébként köztudomásul jóban van, mind a török vezetővel, mind az orosz vezetővel, érdemes lenne talán fellépni ebbe az ügybe. De hát ha tud segíteni nemzetközi pozícióban. Mit tudna a magyar miniszterelnök tenni, amikor itt már jóval nagyobb hatalmi érdeket? Hogy jöjjön még egy téma, mert tényleg egy furcsa felvetés az, hogy az az Európai Unió és azon belül az a Magyarország próbáljon rendet teremteni Ázsiában, amelynek a szír konfliktushoz az égvilágon semmi köze. Mindenki más részt vett a keverésbe, kavarásba, az unió tagállamai nem. Tehát feltűnően jóban van a magyar miniszterelnök a törökökkel, meg a De vannak jó bevált rendszerváltozás környéki meggazdagodási modellek, és úgy látszik, hogy a kreativitás mélypontra jutott Kispesten, hiszen Gajda Péter polgármester hozzájárult ahhoz, a Hír TV leleplező riportja szerint, hogy a Mr. 40%-nak nevezett Kránic Krisztián, tudjuk abból a videóból, Krinyó, ki az a Krinyó, ügyvédje már minden botrány meg az új ciklus alatt megvásárolhasson egy olyan 9000 négyzetméteres területet az önkormányzattól, és itt jön a lényeg, ami mostanáig rekreációs területén kis erdőmező volt, és a vásárlás után hogy nem beépíthető övezetté minősítették. Ismerős ez a sztori ugye az elmúlt 30 évből? Nem. Most látunk ilyet először. Rövid leszek, egy mondatra szeretném a történetből, egy mondatot kiemelve fölhívni a figyelmet. Az emberek ugye, ez a 32. csak talán ebbe a hónapban, vagy ebbe az évbe korrupciós történet. Az emberek már eltompultak. Látjuk a sztorit, egy MSZP-s ügyvéd, aki közreműködik, vesz, ad, egy futballpályányi terület kerül úgy ki a köztulajdonból egy ügyvédhez, hogy az illető baromi sokat keres, úgy, hogy meglopják gyakorlatilag a közkasszát. De mit mond erre Gajda Péter, a kerület polgármestere? Uraim, a dolog lehet, hogy önöknek nem tetszik, de nem ütközött jogszabályba. És ez a kulcsmondat 2020 Magyarországán. És az emberek ettől vannak kiborulva. Na de a kispesti választópolgárnak nem az az érdeke, hogy tényleg be akarják, nem. Ha tényleg be akarják építeni azt a mezőt, akkor előbb átminősítem lakóvezetté, utána kiírom, pályáztatom, hogy kiadja érte a legnagyobb összeget, és annak adom. Elnézést, amikor Fidesz közeli vállalkozók, rokonok, ismerősek, üzletfelek gazdagodnak meg, nyernek különböző állami megbízásokat, például Mészáros Lőrinc. Na de a Mészáros Lőrincezés közben például állítólag Pár Ádám is Attila, ne haragudj, van 4 percünk. Tehát tudom, van, hogy ezeket kellene... Akkor arra válaszolj, rendben van, csak akkor arra válaszolj, hogy tudsz-e az elmúlt években olyan esetet mondani, amikor ez a klasszikus pofátlan rendszerváltáskori dolog, hogy megveszem olcsón, és utána a polgármester haverom átminősíteti, lakóvezeti, amikor ilyet tettek mondjuk Mészáros Lőrincék, akiket most emlegetsz. Mészáros Lőrincék, és erre hivatkozik a Fidesz kormány is, hogy törvényesen szerezték meg a vagyont. Amit most a Gajda mond. Ahogy te de is Attila, most mondod, hogy ők is törvényekre hivatkoznak, jó. A Fidesz is törvényekre okay. Hivatkozik. Ti mészárosoztok, mi gajdázunk, egy-egy, oké. Okay. De nekem be, Laci, ne haragudj. A kérdés agyában... arra vonatkozott, hogy azt a típust, amikor átverem a választópolgárokat, mert eladok valamit olcsón. De Gergő, figyelj, a Lacinak igaza van az ügybe, hogy értem most a te kérdésedre válaszolva, hogy megveszük olcsón, ugye ez volt a kérdésed, átminősítjük, eladjuk drágán, Borkai ügy, ugye, az Audi történettel. Szóval, hogy azt értsd már meg, hogy akárhonnan jön a korrupció, föl kell lépni ellene szerintem. A Gajdáék ellen is föl kell lépni, a Borkaiék ellen is föl kell lépni, a Mennyi ellen, a Simonka ellen, meg mit tudom én ki ellen is föl kell lépni. Tehát ez elfogadhatatlan, akármilyen politikai oldalról jön. Ez kéne megérteni, tehát nem a hitelveket kéne kiélezni ebbe az országba, nem nemzetellenségnek, árulónak, meg nem tudom mifenének bélyegezni állandóan a másik tábort, hanem bizonyos ügyekbe valami nem politikai konszenzus teremteni. Nem Borkai barátik de Sántit a példa, mert ott ugye nem köztulajdonú területekről volt szó. Igen, jó, de nem azt mondom, hogy nem érdekes akkor, az, csak nem ugyanaz. De akkor hány bocsánat? Olyan közbeszerzést tudunk mondani, ami papíron szabályos volt, gyakorlatilag be lehetett bizonyítani, hogy a cégek előre, kormányközeli cégek előre lemutyiszták egymás között, hogy mi ezen elindulunk, ezt tényerem, meg ti veszítetik el, itt ezen is együtt indulunk, elvileg egymás ellen, de gyakorlatilag felosztjuk egy. Igen, de az is, tágítsuk már ki ennek a történetnek, a Gajda-féle MSZP sztorinak, tágítsuk ki a perspektíváját. Tőlem Attila
kitágíthatja Mészáros Lőrincig is, engem az se érdekel, én az országról beszélek, hogy az emberek látják, 10 millió ember, valaki megint ellopott 1 milliárd forintot, mire egy köztisztviselő azt mondja, de jogszerű volt, és ezzel van tele az emberek töke, és mindegy, hogy Mészáros Lőrinc, hogy X vagy Z vagy K, jobbról-balról, politikai színezet nélkül unják az emberek, hogy a jogállami keretek között 2020-ba belefér, hogy egy köztisztviselő azt, hogy igen, jogszerű volt, akkor rossz a jogszabály. Ebben igazad van, Laci, Zoli. Csak azért fel kell tenni a kérdés, hogy ki hozza mostanában a jogszabályokat. Jó, a Fidesz. Elmondtad, hogy szólaljon. Erre mondom, én az egész, a műsor elején is elmondtam meg többször is. Az MSZP és politikusai megélhetési politikusok, megélhetési párt. Itt veszik ki a pénzt, ilyen egyszerű. A választók pedig annyira rezignáltak már az ilyen történetekre, hogy teljesen mindegy, hogy mi derül ki, ugyanúgy megválasztják azt a polgármestert, ugyanúgy pozíciójában maradhat összes. Ez a tragédia. Andris, amit mondott, hogy párhuzamba hozta a Borkai ügyet, a kormány oldalon még inkább azt érzi az ember, talán lehet, hogy elfogultsággal vagyok vádolható, hogy még mindig van politikai következménye inkább az ilyen megszellőztetésnek vagy lebukásnak. Miközben a Lakner, a Krinyó, meg a Gajda már a mosolyukból is látszik, hogy szinte kérkednek ezzel a tulajdonságukkal. Óvodában valószínűleg poligráf volt a jelük, mert átverték. Tehát ez a brigád, ez még pluszban ad egy ilyen stichet az egész történetnek, hogy a választó, akármelyik oldalon lévő választó azt mondja, hogy ők még kérkednek is vele, és szerintem sokkal gusztustalanabbnak tűnik. Én itt a narancskaréban ülve, igaza van a Krisztiának, én itt a narancskaréban ülve nincs adás, hogy ne rúgjak bele kettőt a Borkaiba, mert annyira ki vagyok akadva. Akkor ti is mondjátok azt, hogy a Gajda és a Krinyó és a nem tudom ki, menjen már az anyjába. De Laci, akkor nem figyeltél arra, hogy előbb mit mondtam. De pontosan ugyanezt mondtam. Jó, pontosan oké, te mondtad. Ugyanezt mondtam, tehát a legfontosabb az, hogy ebben a kérdésben konszenzus kéne teremteni a különböző politikai oldalak között, mert látni kell, hogy minden oldalon fel lehet hozni a példákat. Hosszan tudnánk sorolni, mi is, ti is. De jó, nem ez hát az akkor érdekes. A választót és normális embert nem ez érdekli, hanem itt az, hogy végre ennek legyen vége. Okay. Itt muszáj a műsornak is, és a beszélgetésnek is véget vetni. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra! Az ellenzéki politikusok úgy látják, hogy a DK-ban van a jövő, és a saját jövőjüket szeretnék ott tovább építeni. Ilyen egyszerű. A DK értékes falatokat harapott ki az MSZP testéből, Gyurcsány Ferenc pedig készen áll, hogy ismét jót ebédeljen ehhez.